Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás december 7-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most megnézzük ezt a jóslást. Ezen a képen látható a vidámság. Az lehet egy ünnepség is, és mégis valami őt fogva tartja. A négyes szám ezen a képen arra utal, hogy szüksége van a biztonságra. Az anyagiak terén, de a biztonság érzésére is. A botok jelentik a tűz elemét. Lehet, hogy őt valami lelkesíti, de az is lehet, hogy dühös valamire vagy valakire. Ahogy itt a botok állnak ezen a képen, ez olyan, mint egy kerítés, és ez szorítja őt. Ki kell, hogy lépjen ebből a helyzetből, hogy felszabadultnak érezze magát, amit a fehér galambok is szimbolizálnak. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Itt van egy húzavona, van ellenség. Ez lehet egy férfi, de lehet egy nő is, mert a kártyáknak szimbolikus jelentése van. Előfordulhat az is, hogy van ez a belső feszültség, és nem tudja, hogy mit akar. Felteszi magának a kérdést, tegyem vagy ne tegyem, vannak félelmei. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy milyen lépéseket tesz irányotokba. Ez a kép mutatja a könnyűséget, és a bizalmat is, hogy minden jóra fordul. De mint ahogy ez a fiú itt ezen a képen felfele tekint és bízik az égi hatalomban, nem nézi azt, hogy mi van a lába alatt. Tesz egy lépést, még mindig a földön van, vagy lezuhan a mélybe. Nem lehet tudni. Minden olyan bizonytalan. A könnyűség az jó, viszont ne legyetek könnyelműek. Ez a könnyűség és bizalom előnyös számára is, de meg kell gondolni jól a dolgokat, és oda kell tekinteni, miről van szó, nehogy itt összeomoljon minden. Tehát ez a könnyelműség az nem lenne előnyös. És most megtekintjük a napi energiát, a lelki üzenetet, a megalázások és a bűnbánat ideje véget ért. Bocsáss meg magadnak, és kezd el magadat elfogadni olyannak, amilyen vagy, és szeresd magadat. Ez volt a mai lelki üzenet, de nekem is van egy üzenetem számotokra. Van két Facebook oldalam. Az egyik Dendera Medici, a másik pedig Dendera Susanna Medici. Az utóbbinál naponta leírom azt, hogy mi várható, mi a napi energia a maja naptár szerint. Ebben a maja naptárban van összesen 20 hullám vagy rezgés, ez mindig 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a hét. Mi jelenleg a 16. hullámban vagyunk. December 8-án indul egy új hullám. Erről is beszámolok a Facebook oldalon. Akkor ott olvashatjátok azt, hogy mi várható a következő 13 napban. Ne ijedjetek meg, ha németül van írva, mert alatta megvan a magyar fordítás is.
És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!